Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék nektek kicsi segítséget nyújtani, hogy hogy találjátok meg a tánciskolának az oldalát. Hogyha kinyitjátok magát a YouTube lapot, akkor ott az sarokban van egy keresési fül, egy lehetőség. Ide kattintva, ugye a tánciskola Pécs kereső szót, hogyha beírjátok, akkor azonnal kiad nekünk pár fizetett hirdetés, de most nem is ez a lényeg, hanem itt van, látjátok a tánciskola Pécsnek az oldala, erre rákattintunk, Opa, opa. még egyszer, ugye nem megy ez mindig egyszerre, tehát bejön a tánciskola Pécsnek a, az oldala, vagyis a keresőben ez a lap jelenik meg. Ugye fönt láthatjátok, hogy a kezdőlap mellett vannak a videók, a sorcok, a lejátszási listák és a közösségi fül. Itt a videóknál, hogyha valaki csak szeretne csak úgy nézelődni, akkor ha rákattintasz a videó oldalra, akkor itt szépen időrendben, ahogy föllettek töltve ezek a videók, szépen mindent fogsz látni. Egyébként, ha feliratkozol, akkor természetesen neked is ugyanígy előjönnek ezek a dolgok. Lehet nézni rövid videókat is, itt azért egy 20-30-40 másodperces kis videók vannak. Szerintem aki aki erre rákattint, itt lehet szórakozva böngészgetni. Ami egyébként a tanuláshoz a leghasznosabb, ezek a lejátszási listák. A lejátszási listáknál pedig látjátok, hogy ezek tematikus csoportosítások. Tehát például, aki Quickstep-et szeretne nézni, akkor ott a Quickstep lejátszási listát tudja végignézni, de van tangó, van belőle olyan, amikor nagyon jól lehet tanulni. Például ez a Quick and Easy Learn, hogyha megnézitek, akkor van belőle csacsacsa, -csa -csa, rumba, szalsza, illetve jive, és, és folyamatosan vannak számozva, tehát ugye zárójelben látod azt, hogy melyik az, ami egymás után következik. Tehát tegyük fel, most a jive-ot szeretnél tanulni, akkor megnézed először az első videót, aztán a másodikat, és így tovább, és az ötös általában mindegyiknél a kombinációt jelenti. Ha viszont más tematikával böngészel, akkor nézhetsz esetleg szambát, csacsát, rumbát, bármi, ami, ami itt fönt van, de vannak olyan csoportosítások is, amik a művészeti iskolában készültek, szalagavatókról, órai munkákról, és itt tovább esküvőkről, illetve van egy olyan mappa, ahol csak oktató videót ö, fogsz látni, akkor hogyha erre rákattintasz, akkor természetesen itt is kilistázza neked azt, hogy milyen videók vannak ebben a mappában úgyhogy szerintem nem olyan nehéz, sokan ö, jelezték, hogy annyi videó van fönt, hogy nem is nagyon lehet megtalálni, igen, van fönt rengeteg videó, pontosan azért, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, úgyhogy hajrá, böngészetek, sziasztok!